Nem a zsarolás koalícióját építjük, hanem az együttműködését, erről beszélt pártja születésnapi rendezvényén Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke a róla szóló kormányzati kampányra utalva azt mondta, a mai rendszer verbális gyűlölete a dicséret szava. A stúdióban Varju László. Hát meg arról is beszélt a pártelnök, a korábbi miniszterelnök, hogy ha mindenki bántja a DK-t, az jó jel tulajdonképpen. Mindenki bántja a DK-t? Jó estét! Hát nagyon jó estét kívánok! Most elsősorban ugye itt a Fideszre gondolok, most éppen idefelé jövet néztem azokat a plakátokat, amiket elkészítettek ugye egy aktuálisnak tűnő filmhez, amit éppen ezügyben legyártottak a félelem és a félelem keretében, a gyűlöletkeltés érdekében, és ezzel telerakták az országot. Hát úgy látom, hogy a Fidesznek nagy szüksége van erre a gyűlöletkeltésre. Sokan várták azt a mondatot, amit ma kimondott Gyurcsány Ferenc, hogy a következő miniszterelnök Márki-Zay Péter, mondjuk ahhoz meg kell az ellenzéknek nyerni a választást, de most ha kiindulunk ebből az alapvetésből, ugye volt egy olyan furcsa 6 perces videója, ahol sokan úgy érezték, hogy ezt megkérdőjelezte. Ebből a szempontból nyilván ez most fontos volt, hogy ez a mondat ilyen módon elhangozzon. Hát talán csak az értelmezés volt ebben az értelemben arról a videóról, hogy furcsa volt. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, vagy az elmúlt napokban többször beszéltünk, több értekezletünk is volt. Mindvégig és teljesen egyértelmű volt, ahogy vasárnap este ez el is hangzott, egyértelműen Márki-Zay Péter miniszterelnöksége mögé felzárkózva, támogatva, bízva abban, hogy Magyarország miniszterelnöke lesz. A 15 évvel ezelőtti események kapcsán ugye az 50. évforduló és az ott kialakult csetepati, ami eléggé csúnya eseményekbe torkollott. A Fidelitást arra ösztönözte, hogy azt kérdezze meg, hogy egyáltalán a DK október 23-án mit ünnepel. És én tudom, hogy ez egy célzott kérdés, de nyilván érdemes hozzá viszonyulni és valamit mondani erre. Hát egyrészről ugye tudjuk, hogy holnap délután, holnap 16 órakor az Andrássy úton lesz az ellenzéknek egy nagy találkozója itt az előválasztás után, és október 23-át együtt fogjuk ünnepelni. Én azt gondolom, hogy a Fidelitas és még más szervezetek is felzárkóztak, mondhatnám ilyen felbérelt szervezetek állami finanszírozásból, akiknek az a dolguk, úgy tűnik, az a dolguk, hogy ők ebben a gyűlöletkeltésben nagyon aktív szerepet vállaljanak, miközben azt hiszem, hogy ahogy ma is elhangzott, mindannyiunknak, de az ország másik felének biztosan azt üzeni, hogy nem azt kell komolyan venni, amit a Fidesz mond rólunk. Nekünk arra van szükségünk, hogy az ő rendszerüktől megszabaduljunk, és egy valódi szabad országot teremtsünk Magyarországon között. Ez a 15 évvel ezelőtt, október 23-a, ez a DK-t nem kísérti? Hát, ugye mivel az elmúlt évek alatt a Fidesz nagyon aktív munkát folytatott annak érdekében, hogy újra és újra olyan állításokat tegyen közzé, amelyek hazugságként ugye itt vannak, de súlykolva is nagyon erősen, ezért én azt gondolom, hogy itt van nekünk, és ezzel foglalkozni kell. Ez egészen biztos. És éppen ezért, amikor a Demokratikus Koalíció a mai napon a 10. évfordulóját és születésnapját ünnepli, akkor mondhatnám, ez a legjobb válasz arra, hogy ma több mint 1 millió ember gondolja azt, amit mi sok tekintetben, hogy ezen a helyzeten, amit a Fidesz az elmúlt 10 évben kialakított, biztosan változtatni kell. És ebbe beletartozik ennek az időszaknak, vagy annak az időpontnak a megítélése is, amikor a szándékosan és szervezetten felgyújtották Budapestet, és olyan zavargásokat keltettek, amelyek az akkori hatalmat megpróbálták elbizonytalanítani. Én azt gondolom, hogy ma már sokan értik azt, hogy ez az állapot, amit akkor teremtettek, az nem volt magától keletkező. Na akkor gazdaság. A magyar kormány nem kíván beleszólni az üzemanyagárak alakulásába, de figyeli azt, mondta a kormányinfón Gulyás Gergely a legutóbbi alkalommal. Bele lehetne és bele kellene avatkozni a folyamatokba? Hát ugye két része is lehet, vagy több részre bonthatjuk a kérdést. Lehet szakmai és politikai alapon, engedjék meg, vagy engedjem meg, hogy először politikai oldalról nézzem, mert amikor Orbán Viktor a 300 forint fölötti benzinárnál elkezdett arról beszélni, hogy amikor tankolnak, akkor gondoljanak Gyurcsány Ferencre, hát akkor én is azt mondom, amikor most beállnak a kúthoz, a benzinkúthoz, és 500 forint fölött van a mindenféle terméknek ennek ott az ára, akkor gondoljanak Orbán Viktorra, mit tesz azért, hogy ez ne legyen így. A másik oldalon, ami a szakmai része, hogy egyébként a benzinárnak a fele az adótartalom, tehát ha akarna a kormány, akkor beavatkozna, megtehetné. Nem teszi meg, ennek is bizonyára oka van. A következményei azonban világosan súlyosak, hiszen az üzemanyag a közlekedéshez, a szállításhoz szükséges anyagként minden termékbe beépül, és ez gerjeszti, növeli az inflációt, egyre drágább az élet. Tudom, hogy nem a DK mondta, de a Jobbik most ugye partnerük a következő időszak közös munkákkal telik. A Jobbik, hát az ellenzékben együtt dolgozik. A Jobbik ma bejelentette, hogy 2022-ben kormányváltás lesz, az egyik első feladat az, hogy a jövedéki adót az üzemanyag árából csökkentsék. Ami adóbevétel kiesést jelent rögtön, miközben rengeteg ígérete van az ellenzéknek, hogy mennyi helyre kellene még pénzt juttatni. Fog ez menni együtt? Ugye annyit szeretnék mondani róla, hogy igazából egy program előkészítés, mármint kormányprogram előkészítés az megindult, ebből lehet majd, vagy fordítva a választási program is, de a lényeget tekintve természetesen itt hat párt együttműködésének eredménye lesz a közös döntés. Miniszterelnök jelöltünknek a felelőssége lesz, és ő irányítja ezt a munkát. A Demokratikus Koalíciónak is természetesen vannak javaslatai. Most ma éppen de például csökkentenék a jövedéki adót? Ebben a helyzetben egészen biztosan. Tehát az, ami ma bekövetkezik, vagy amilyen állapot van, én is ezt javasolnám és támogatnám ezt. Nyugdíj, ez a másik gazdasági témánk. Igen. Most a nyugdíjasok úgy érezhetik, hogy kapnak valamit, mert hogy tényleg kapnak a kormánytól valamit. Egy részét azért, mert a törvény írja elő, egy másik részét pedig úgy adják át, mintha ez valamiféle jó tétemény lenne. Ez rendszer szinten is megváltoztatható nyugdíjrendszer lenne, vagy maradna a következő időszakban az ellenzék által alakított kormány idején is ez a hol adunk, hol nem adunk, tudunk, nem tudunk. Az, amit a Fidesz most éppen csinál, vagy amiről a kormány döntött, ott igazából nem adnak, hanem az adósságukból egy részt rendeznek. És azzal, hogy 2012-ben megváltoztatták alapvetően a nyugdíjrendszert és a vegyes indexálást, népszerűbb nevén a svájci indexálást kivezették a rendszerből, ezzel gyakorlatilag a nyugdíjasoknak legalább 1,5–2 millió forintos kárt okoztak, hogyha az átlagot nézzük. Ebből kifolyólag nem véletlen az, hogy a nyugdíjasok fel vannak háborodva, vagy rosszul érzik magukat, lehet, hogy nem tudják miért, mert eközben pedig a Fidesz azt állítja, hogy értékálló a nyugdíj. Ha bemennek egy közértbe, akkor tudják, hogy miért érzik rosszul magukat. Így van, pontosan, és éppen ezért én azt gondolom, hogy ha hosszabb távú rendszer szintű változtatással lehet igazából ezen segíteni, és mivel szerintünk nem csak azoknak, akik dolgoznak, azoknak van joguk jobban élni, hanem azok, akik már 4 évtizednél is többet dolgoztak végig, ott ezt a csalást, ezt a megszüntetést, ezt bizony helyre kell állítani. A svájci indexálás azt jelenti, hogy a bérek emelkedéséhez van kötve a nyugdíjak emelkedéséhez. Igen, valamilyen arányban erről meg kell állapodni, és ezt hozzá kell kötni, hogy ne szakadjon el a kettő egymástól, mert így éppen akár a bérnövekedés következményeként növekvő infláció kifejezetten sújtja a nyugdíjasokat, és pontosan azt érzik az újpesti piacon is, hogy minden drágább lett, és az ő nyugdíjuk viszont ha emelkedett 1–2, esetleg 3%-kal, eközben az árak pedig azok ennek többszörösével mennek fölfelé. A DK alelnöke Varju László volt a vendégem, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.